A szerencsi kulcsáron itt a sportcsarnok junior korú súlyemelőkkel és felkészítőikkel telt meg, akik lelkesen vágtak neki az országos súlyemelő bajnokságnak. Morvai Zoltán és Fekete Diana a Szerencsvárosi Sportegyesület súlyemelő szakosztályának vezetőedzői és segítőik 3 napon keresztül folyamatosan azon dolgoztak, hogy elkészüljenek mindennel a versenyre. A sportcsarnok küzdőterének első részében az ifjú tehetségek megfelelő bemelegítés és a mérlegelés után gyakorlásképpen kipróbálhatták az előkészített súlyokat. A résztvevők ezután szakításban és lökésben léptek dobogóra. A gyakorlatok helyességét 3 tagú zsűri értékelte. Nagyon régi hagyománya van annak, hogy szerencsországos bajnokságokat rendez. Az is az apropója ennek a versenynek, hogy idén 25 éves a szakosztály, és a Magyar Súlyemelő Szövetség tavaly felkért minket, hogy rendezzük meg ezt a junior országos bajnokságot, ami Magyarországon a 2. legrangosabb verseny, hiszen e fölött már csak a felnőtt magyar bajnokság. Az egész országból jöttek versenyzők, előtte számos válogató versenyen kellett részt venniük, tehát egy bizonyos szint megemelése szükséges ahhoz, hogy a junior országos bajnokságon indulni tudjanak a versenyzők. Jelen pillanatban a magyar szabálykönyvben úgy van, hogy 15 és 20 éves korosztály között indulhatnak azok, akik ezt a szintet tudták teljesíteni. A szerencsén megrendezett junior országos bajnokságra való bejutáshoz arra volt szükség az ifjú sportolóknak, hogy a szövetség által előírt pontszámot elérjék. A Szerencsvárosi Sportegyesület súlyemelő szakosztályából idén erre a rangos megmérettetésre 4 versenyzőnek sikerült a kvalifikációt megszereznie. 4 versenyzőnk tudta a szintet elérni, ebből a 4 versenyzőből 3 még serdülőkorú, tehát nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ez létrejött és ők be tudtak kerülni, illetve egy utolsó éves juniorunk, a Bárány Gergő, aki jövőre már felnőtt korcsoportos, tehát neki az utolsó junior versenye is nagy megmérettetése lesz egyben. Ő egyébként 11-szeres magyar bajnok. Egy hölgy versenyzőnk a Fábián Léna, ő majd vasárnap fog dobogóra lépni, illetve egy fiatalember, Morvai Balázs, ő jelenleg versenyzik, és Danó Roland, ő pedig szombat este lép dobogóra. A Szerencsvárosi Sportegyesület súlyemelő szakosztályának 4 fiatalja kiválóan szerepelt a junior országos bajnokságon, amelyre Morvai Zoltán és Fekete Diana vezetőedzőkkel készültek. A megmérettetés előtt egy 6 hetes versenyfelkészülésen vettek részt a sportolók, amit alapozó és formába hozó és a verseny előtti időszakra osztottak fel az edzők. Morvai Balázs az 55 kg-os súlycsoportban 124 kg-os összetettel új egyéni csúccsal 6. helyezett lett. Danó Roland 80 kg-os súlycsoportban 150 kg összetettel ezüstérmet szerzett. Fábián Léna a 71 kg-osok közül 100 kg-os összetettje a bronzéremhez volt elegendő. Ezen a versenyen Bárány Gergő megvédte bajnoki címét, így megszerezte 12. bajnoki aranyérmét 102 kg-os súlycsoportban, 265 kg-os összetett eredményével a legfényesebb érem birtokosa lett.